Először is óriási kihívásként éltem meg, meg egy csomó kérdőjel volt a fejemben, meg izgalom, hogy hogy fogok tudni teljesíteni. A kérdőjel nem is azzal kapcsolatban, hogy ne bíztam volna magamban, csak azért akarva, akaratlanul fölmerültek nyilván fejemben olyan reális kérdések, hogy bizonyos helyzeteket, bizonyos szituációkat hogy fogok majd megoldani, illetve mit hoz majd az élet. Egy dolgot tudtam, hogy igazából azzal, hogy képzem magam, azzal, hogy a kosárlabdában élek már több éve, felvértezett olyan tudással, ami kellő önbizalmat adott azzal kapcsolatban, hogy el fogom tudni látni ezt a feladatot, és abban is biztos voltam, hogyha bármi nehézséggel fogok találkozni, akkor a stábomra, a menedzsmentre és mindenkire számíthatok itt körülöttem, mert mindenki nagyon segítőkész, és mindenkitől csak biztatást és jó szavakat kaptam ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon-nagyon vártam, és örülök, hogy itt lehetek és itt dolgozhatok. Mindannyiunkban így bennem is maradt egy hiányérzet, és jobban örültem volna, hogy nem a koronavírus szab határt és véget a bajnokságnak. Nagyon sok emlékezetes győzelem, illetve mérkőzés volt, olyan, amelyekből tanultunk, és adott esetben vesztesen hagytuk el a pályát. Nagyon-nagyon örülök a Magyar Kupa győzelemnek, és azt gondolom, hogy az alapszakasz tükrében, és ahogy a Magyar Honi Bajnokságban sikerült teljesítenünk, nagyon-nagyon jó eséllyel szálltunk volna a versenyben, nyilvánvalóan a bajnoki címért is. Úgyhogy ebből a szempontból egy picit sajnálom, hogy így végződött, illetve én azt gondolom, hogy az Euroliga szereplésünk is, hát fogalmazunk úgy, hogy rajtunk kívülálló okokból ért véget, és olyan döntés hoztak, amely nyilván egy, fogalmazhatunk így, hogy hátrányosan érintett minket. Nagyon sajnálom, hogy ott sem sikerült befejezni a küzdelmeket, de összességében, amit célt kitűztünk, nagyon sok minden megvalósult, és azt gondolom, hogy szép eredményekkel számolhatunk be. Feltétlen azt ki kell emeljem, hogy nyilván a játékosok minősége, az edzők kvalitása, az egész millió, ami közreveszi, ez különbözik a magyar bajnokságtól. Nagyon nagy felkészülést igényel, de alapvetően ugyanazt a kosárlabda játékot játsszák itt is, mint bárhol máshol, ugyanazok a törvényszerűségek érvényesülnek, úgyhogy igazából az újdonság, a minőségbeli különbség és az, hogy folyamatosan toppon lenni minden pillanatában a meccsen, ezek nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bírtak, és ténylegesen élmény volt megélni az első mérkőzéstől az utolsóig minden egyes Euroliga küzdelmet, és óriási sikernek könyveltük el csapatszinten, hogy 6-szor is győzni tudtunk, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Leginkább azokat a momentumokat és ciklusokat emelném ki, amikor hullámvölgyben volt a csapat, és amikor sérülések sújtottak minket, vagy csak alapvetően egy olyan periódusát élt a csapat, hogy egy picikét leült, és nem azon a hőfokon égett, amelyen az elvárt részünkről, és hogy ezen helyzetekből hogy sikerült felrázni a csapatot, mely módszereket használtuk,
hogy kommunikáltunk velük, talán ez volna a legnagyobb tanulsága a szezonnak, és azt gondolom, hogy minden szezonnak ez az egyik legnagyobb tanulsága, hogy ezeket a krízis helyzeteket hogy éljük meg, és hogy milyen megoldást tudunk találni, mert sokáig egészen biztosan nem lehet benne ragadni. Képzem magam online kosárlabda tanfolyamokat, nézek, több időm jut férfi kosárlabda meccseket is megnézni, mert továbbra is ez szórakoztat. Családommal töltöm az időmet, illetve a munka azért nem állt le teljesen, egy nagyon komoly és értékes periódusát éljük ennek a szezonnak. Fiatal játékosainknak tartunk egyéni képzést, és fejlesszük őket az összes olyan területen, ahol ezt igénylik. Úgyhogy tulajdonképpen a munka zajlik. Itt nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni technikai képzésre, az erőnlét fejlesztésre, illetve nagyon komoly gyógytorna gyakorlatokat, korrekciós gyakorlatokat hajtanak végre a lányok, úgyhogy igazából erre fektetjük a legfőbb hangsúlyt.